Jó estét mindenkinek! Köszönöm a kis háromfős szerkesztői társaságnak. Jó estét még egyszer mindenkinek, ez a hashtag Bocskor, a vendégeim ma este Risztov Évi, Pásztor Anna, Szécsi Zoli és Dombóvár István. Ez a selfie arc, ez nagyon, nagyon begyakoroltad. A kék acél nagyon hasít. Neked van selfie arcod egyébként? Vagy folyamatosan ez a viszonylag unott? Melyiket hozod? Hát van bájos arcod, úgy értem? Igen, van. Mind az. Igen? Az. Igen, hogyha ott nem vagy. De szándékosan, úgyhogy vizesek egy oldalon vannak ma? Igen, nem tudom az ültetést, hogy ez miért történt így, de egyébként miért ne? Tehát, hát egy négyzetméter első olimpiai bajnokok száma kicsit megnőtt. De ez ezért nagyon ezért megnőtt. Ültették őt arrébb. Itt is lesz. Itt is van bajnok. Itt is van bajnok. Na, milyen szépen átvezetted, hallod? Jó nyomom. Na jó, beszéljünk a bajnokokról egy picit, mert Évi, mindenképpen kell, hogy szót ejtsünk erről, mert ugye nem csak olimpiai bajnok vagy, nem csak emlékmedencét neveztek el rólad, és nem csak egy sírhelyed van Debrecenben, hanem... Hanem most egy újabb rangos elismerést kaptál, beválasztottak a hírességek csarnokába, ez az International Swimming Hall of Fame, amit úgy adtak hírül itt Magyarország, hogy halhatatlan lettél. Tehát először is... Így van. Ez nagyon menő. Én nagyon kíváncsi vagyok, ez a díj mit jelent, és tudom, Zoli, hogy te is benne vagy ebben a csarnokban. Valaki járt már ebben a csarnokban? Vagy, igen, ez egy létező csarnok, tehát hogy ez van. És vannak ilyen urnák egymás mellett, és vagy hogy kezdte? Bár Gábor, ha halhatatlanok, hogy lenne urna? Mint szimbólum. Egy üres urna? Igen, az szuper. A halhatatlanság szimbóluma. Nem, akkor nem urna, de valami. Tehát, ne, persze. Urnő. Igazából ez egy múzeum, ahol egyébként tényleg olyan... Ilyen Madame Tussauds? Ott van a viasz figurád és kék figurád? Nem, innen, ez, igen, tehát rólad például kisgatyába tennének oda képen. Szóval, ha jól tudom, ez Fort Lauderdale-ben van. Igen. Ez egy darab szép ilyen minimalista, modern beton kocka volt, ami köré most építettek egy hatalmas úszókomplexumot, úgy félig van kész, majd fogod te is kapni a hírlevelet, úgyhogy... De hol van ez? És időközben... Az Amerika? Hát ez a kép, hát, nem, igen. Ez a kép, ez a Magyarországon. Azt értettem, de most kihívnak oda, megnézheted? Hát... Igen, tehát ez a díjátadás egyébként New Yorkban lett volna, de mivel, hogy ugye nem lehet utazni és semmi... Ezért tápiószecsön. Ezért nálad lesz a művelődési házban. Oda elküldték a díjat, és gyakorlatilag egy Zoomon keresztül el kellett mondani, hogy mennyire örülsz neki, de az biztos, hogyha adódik a lehetőség, akkor is lehet majd utazni, akkor szívesen megnézem még élve magamat. Igen, ott mi van? Tehát ott... Semmi, leírják, hogy kik kerülnek be, itt azért olimpiai bajnokok, világklasszisok, de tényleg értem, ez a de van egy világ eredmények, erekjék. Fotók, de mindenkinek van egy külön, tehát nem olyan, mint a vietnami veteránoknak a hosszú táblája a névsorral, hanem hogy ott van egy Szécsi Zoli blokk, egy Risztov blokk. Vizes blokk. Itt csak vizes blokk van. Ez picit olyan, mint a Rock Café, nem? Minden amint országon. A Hard Rock Café, de van a Rock and Roll of Fame is, azért az egy komolyabb elismerés. Tehát, kiállítják a csizmákat, gitárokat, stb. Itt szarabb a kaja. Azon gondolkodom, hogy egyetőd műfajban vannak halhatatlanok, hogy akkor velünk mi lesz? Tehát ki fog meghalni? Mi meghalunk. Na jó, de nem vannak a hallgathatatlan. Nem, én hallatlan vagyok. Hallgathatatlan. Persze, mert a víz nem viszi úgy a hangot. Egyébként azt szokták mondani, főleg a művész emberek, hogy nem a díjak számítanak. Tehát nem a díjakért dolgozunk. Én nagyon kíváncsi vagyok, a közönség szeretete a fontosabb, meg minden, hogy a díjak egy sportolónál az érzelmi skáláján hol helyezkedik el. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom neked, hogy mit tudom, megnyerted valamikor mondjuk a tiszántúli junior bajnokságot pillangóban, és az olimpiai aranyérmet, tehát itt a nézd meg, ez a tiszántúli, és ez az olimpiai bajnok, hogy ezen, bökjél már oda, hogy hol van ez a díj érzelmileg.
ide bökél most. Pillangóval ne bökél oda. De azon túl. A nyúlom túl. Tényleg, tehát, hogy egyébként, hogyha most ez azért nagyon rossz meddig példa volt. Meddig Engedd el. Nyilván nem tudok sokáig. Könnyebb, ha választasz. Figyelj, marha érdekes volt. Amikor szóltak, akkor olyan, tényleg olyan volt, mint egy díj. Amikor ott voltunk az átadón, és ezt sajnálhatod, hogy nem élted át, mert ott voltak a többiek is, akik megkapták, és azzal hirtelen az egész felugrott. Tehát ott volt 5-szörös olimpiai bajnok, volt 70 éves olimpiai bajnok, és úgy voltak azért ott olyan nevek körülöttünk, akiket tényleg csak tévén láttunk. És akkor hirtelen ennek az egy díjnak volt értéke, tehát én is azt hiszem 2000-ben megkaptam a Magyar Vasútért bronz érdemrendet, mert a BVSC-ben játszottam, ahhoz képest ez előrébb van. Igen. Tehát a kettő oda, között vagy... azért volt, van különbség. Van különbség, amit Évi nem tud megfogalmazni. Mert ő nem nyert Magyar Vasút. De én nem kaptam kisvasútot, hallod? Nem, mert vannak, tehát azért nem mindegy, a díjazás azért nagyon kettős dolog, mert ugye nem mindegy egyrészt, hogy melyik teljesítményedért ismernek el, tehát vannak nagyon furcsa díjak, hát ezt a művész emberek talán jobban tudják. Én rendelézés, soha nem kaptam díjat. Nem kaptál díjat? Nem, hát te lettél a legszexibb férfi, tehát... Az egy... Bocsáss meg, ezt újra meg kell tapsolnom. És rövid. Az Oroszországban tudjét, tehát azért... Az egy díjam van, igen. Hányan indultak? Nyilván ez egy gúnydíj volt, egy poén díj. Hát ez nem számít igazi díjnak. Ne tegyük már az ő halhatatlanságukhoz. Nem, nyilván nem hasonlítani akarom. Én is kaptam egy vicces díjat egyszer. Miért? Létezett egy zöld pardon, és ott adtak át zenei díjakat, és én megkaptam a Nem rugdosnám ki az ágyamból díjat. Ami szerintem egy alap rock díj, tehát hogy... Na, megint nem egy zenei díj. Figyelj, ennélkül nem működik a rock zene, tehát szerintem ez az alap. Én csak hallgatom őket. De egyébként, jó, a sportolóknál akkor egyértelmű, de mondjuk, ha ti kapnátok díjat, akkor melyik teljesítményedért kapnád a legszívesebben? Pont most gondolkoztam abban, hogy mi a különbség a verseny tánc meg a tánc között, vagy egyáltalán a művészetekben a verseny és a normál művészetek között. Az, hogy szerintem általában a művészetekben semmi szükség nincs versenyezni, mert nem arról szól. Tehát maga a művészeti dolgoknak a csinálása, a zenélés. Igen, a zenélés az olyan, hogy minden nap megkapod a világ legnagyobb díját. Tehát mi próbálni szeretek, koncertre menni, turnébuszba ülni, dalokat írni. Az, hogy utána egyszer elmegyünk és jó berúgunk egy ilyen díját adon, az csak egy ilyen habatortán, de hát ott van a kredenc tetején, gyerek játszik vele, az mi nem arra megyünk. Tehát mi arra megyünk, hogy azt csinálhassuk, az maga a díj. Persze, de mégis vannak. Mégis vannak, és vannak. Én például kaptam díjat, és nem mindegyiknek örültem. Hát egy csomót. Évi, majd egyszer eljössz, megnézed a medencét, és utána felviszlek az emeletre. Milyen díj az, aminek nem örül az ember? Megmutatom a díjakat. Nem. Hát például annak idején volt a médiahajó, az a rádiós műsorvezetői díj. Volt olyan, amire például egyáltalán nem voltam. Hát volt olyan, voltam én is valami egyik, nem tudom, sármosabb férfi, vagy ilyesmi. Hát ennek nem örültél? Hát különösebben nem, elmondom miért. Tudtam mert taxival mentem oda. Mi? Mondom, mert tudtad magadról, nem volt semmi újdonság. Jézusom. Nem, oda mentem, tehát nem volt felemelő, mint ahogy a Zoli például elmondta, hogy az övé az volt. Tehát én oda mentem taxival, mert azt mondta ott valami gyártásvezető, hogy akkor most szálljak át, ott a sarkon állt egy limuzin, abba át kellett szállnom, és akkor a limuzin begörült a piros szőnyeg elé. Most dicsekszel, vagy balazol? Ez a legsármosabb férfiként bementem egy limuzinnal. Nem érted? Taxival mentem oda. Ja, és átszálltam egy limuzinba, hogy azt a 15 méter... De hogy az a limuzin elmenjen, érted? Nyilvánvaló. Hogy ő akkor annyira sármos volt, hogy a taxiból kiszállva is sármos lett volna. Taxis nem akarta kiengedni. Annyira sármos volt, nem akart. Te, aki gondosan figyelsz arra, hogy el se kezdődik a felvétel, még minden hajszálod nincs a helyén, amivel semmi baj nincs. Te megdöbbensz azon, hogy ezért kapsz egy díjat. Olyan, mintha magaddal harcolnál. Nem, a körülmények voltak nem méltóak. A taxival volt baj, hogyan nem a díjat. Hogyan adjanak át egy hiperszexi díjat, egy csávó, egy masnival átkötve adját neked, vagy egy nő? Örülj neked, nem 4-es 6-os. Nem tudom, Zoli, milyen volt? Hol volt? New Yorkban volt a díjad? Santa Clarában. Santa Clarában. San Francisco mellett van. És ott hogy kerültél a helyszínre? Hát elment repülővel. Repülő? A repülő kihagyhatatlan belőle. És el tudom. Nagyon felkészült. Fogalmam sincs, hogy átsétáltunk, vagy átmentünk kocsikkal a szállodából. Aha. Ez egyből a frissen megépült Levi's stadium mellett
volt a szálloda is, meg az átadó helyszíne is. De hogy ott... Ez hogy történt, nem tudod. Nekem sokkal egyszerűbb, mióta így végigpörgettem az életemet szakmailag, és rájöttem, hogy semmiben se vagyok a legjobb. Így nincs már az az elvárás, hogy én valaha örülnék egy díjnak. És ez nem az a szokásos, de igen, de hogy nem vagy, meg hogy tudat alatt vágyok rá, csak azért vetítem így előre, hogy ez hát sincs? Egyszer valaki. Nincs, most már nincs. És ha megkapod, nem tudom, hogy milyen díj van a te műfajban, ha megkapod, akkor zavar? Jobban megdöbbenek, mint te a limuzinba, esküszöm. De Dombi. Mindenbe kapirgálok egy kicsit. De Dombi, ebben egy kicsit olyan, mint ahogy Anna mondta, tehát most az, hogy téged szeret az ország, mint humorista, és hogy most kit szeret jobban, talán Kőhalmit hoztuk az előbb példának, ott nem hiszem, hogy lehet kilóra mérni. Csináltam több mindent, humor téma is volt, tévéztem is egy időben, rádióztam is, soha semmiben még csak nem is jelöltek, tehát nem kerültem a látókörbe se. Úgyhogy ez a veszély nem fenyeget. Milyen díjak vannak a műfajodban? Ugye a Kossuth díj az még ott áll előttetek, tehát azt még elvileg meg is kapod. De hát potenciálisan igen. A zenében mik vannak olyan díjak, amelyek úgy érnek is valamit? Most volt nemrég a fonogram. És az ér valamit? Persze, tök jól néz ki különben a Credence tetején. Tehát igen. Nem, nagyon jó. De te vezettél fonogram díjátadót. Emlékszel? Sokan emlékeznek. Igen. Hát az Anna, az botrányos volt. Igen. Igen. Láttam? Nem édes vagy. Nem. Én láttam, persze. De nem azt akarom kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy abban volt valami felemelő, vagy inkább tényleg mindenki széttrollkodta az egészet? Tehát volt olyan, aki ennek tényleg örült? Őszintén szerintem mi magyarok nem tudunk örülni a díjainknak, és nem is veszük magunkat komolyan. Tehát a fonogram díját adóval is az volt a baj, hogy se nem volt rock'n'roll, se nem volt MTV, tehát amikor mindenki ott röhög, és olyanokat beszél, és veszlenk be, és tényleg ott megfekszik a nép. Se az nem volt, se egy hivatalos, mondjuk egy Golden Globe, vagy egy Grammy díját adó, az nem hasonlított. Mindenki össze-vissza öltözve ment oda, a rockerek legalább néztek volna ki rockernek, és nem tudtuk magunkat, meg a díjainkat komolyan venni. Majom a farkának úgy örültem, amikor először megkaptuk a fonogram díjat az év albumára, most is jelöltek voltunk különben, írtunk egy tök jó nótát, és ezek nagyon jók, főleg azért, mert ott a haver, meg a Jóska, meg akivel együtt játszol, a Volton, meg a Soundon, meg stb. És akkor igazából beszéltek, mi van veled, csináljunk már egy közös dalt, ezért jó, amit ti is mondtatok, hogy ott vannak a többiek, és együtt vagyunk, és akkor fú, tényleg mekkora nótát írta, hallod, egyetértek, vagy nem, ez tök szar, ez csak azért kapja, mert ez. Igen, ezt hallom én is. Ezeket jól lehet ilyen helyeken csinálni, hogyha így kiküldik házhoz, akkor mit se ér. Aha. Megkapta a fonogramot, csá, köszi, válaszolja az e-mailre. Egyszer volt, egy valami nekem is rosszul esett, hívtak engem humorista díjátadóra, díjátadónak. Hogy nem voltam a jelöltek között sem, és az nem esett jól. Azt nem is vállaltam el. De ez azért volt, mert annyival fölöttük állsz már. Nyilván, azt nem vállaltam el. Azt nagyon szépen elmondtam, hogy ezt köszönöm. Nem. Utolsó kérdés a díjakkal kapcsolatban, hogy, és most ez nektek szól, hogyha kapnátok díjat a ti munkásságotok, tehát a zene, vagy zenészség, ugye a humoristaság ért, ki üljön abban a zsűriben, akitől ti szívesen kapnátok. Tehát, hogy mondjuk három név, akire, hogyha ő ítéli meg, arra nagyon büszke lennék. Tudnál három ilyen nevet mondani? Beyoncé, Lenny Kravitz, csak ilyen, ilyen light-osan, és Bruno Mars. Oké, Beyoncé, Lenny Kravitz, tehát senki. Egy magyar se. Ja, hogyha magyar, én rögtön a Golden Globe-ra gondoltam, de akkor... ha már... Nagyon helyes, ne legyünk is hűtőek. Rögtön a magyart. Magyarországon? Hát leginkább a jóisten üljön ott, aki befolyásolhatatlan, tehát akkor van egy kicsi sanszom. Aha, tehát nem érzed. Hát mondjuk te ülhetnél ott. Én ülhetnék ott. Én meg tudnám ítélni. Mert te tényleg. Ja, na, Dombi, te. Három ember, aki hogyha megítélne egy díjat neked, akkor az nagyon becsben tartanád, mert olyan emberektől kapnád. Hát kellene valaki, aki a humort képviseli, tehát aki a humort tudja megítélni, kellene valaki, aki a trendeket, aki tudja azt, hogy mi hogy működik, és kéne valaki, aki full modern gondolkodású. Mert ebből a három dologból adódna össze egy releváns ítélet. A másik kettőt nem tudom, mondjuk én, ha humorista, humorszegmens képviselő ember, az a Fábri Sanyi lenne, aki ott ülne. Uh-huh. És ha ő azt mondja, hogy ez jó volt, vagy ez megérdemelte, vagy pedig nem, ez nem volt jó, tőle elfogadnám. De mit tudom, én nem szeretném azt, hogy például
ha rossz is vagyok, legyek rossz, legyek a legrosszabb humorista a világon, de könyörgöm, azt ne a Puzsér mondja ki. Na, beszéljünk egy picit Annáról is, ugye az, hogy az élőzene egy jó időre most parkoló pályára került, ezt már ezerszer kiveséztük, de Anna, ugye köszönhetően a Dancing with the Stars-ban történő szereplésének, most visszatalált egy régi nagy szerelméhez, a tánchoz, és úgy tűnik, hogy most nem csak a műsor erejéig, hanem azt olvastuk, hogy versenytáncban indul a magyar bajnokságon. Anna! Unatkozik a magyar sajtó, egy picikét mindig többre, jobban ki kell színezni a sztorit, mint ami. Na, ahogy hol tartunk? Magyarul nem igaz? Magyar, hát úgy nyomokban igazságot is tartalmaz. Na. Nem te vagy, nem tánc. Odáig oké. Van egy olyan, hogy pro-em, ez profi és amatőr együtt indul, és nem a magyar bajnokságon, hanem egy magyar versenyen, ami profiknak, amatőröknek együtt van. Tehát nagyjából 20 év hiányzik ahhoz, hogy én profi versenytáncos legyek, amire pont van időm, meg rá érek, de az nem most lesz. Tehát most a kis Béna, a amatőr és a halálosan profi világbajnok együtt fog versenyezni, majd ha elérünk arra a szintre, hogy egyáltalán nem úgy nézek ki, mint a sarki fűszeres a magas sarkuba, és ha elérünk arra a szintre, akkor egy kicsi magyarországi versenyen elindulunk. Majd. Egy darab versenyen? Lehet, százon, amennyi lesz. Ja, hogy amennyi lesz. Persze, aha. Azt mondtad ezzel kapcsolatban, hogy amikor a szakadék szélén imbolyogtam, akkor egyszer csak azt mondta az élet, na jó, te olyan jó fej voltál eddig, tessék itt a tánc. És ez egy annyira helyes mondat tőled, mert ez picit azt jelenti, és arra vagyok kíváncsi, hogy ti is így vagytok-e ezzel, hogy ez egy törvényszerűsége, hogyha te jó fej vagy, jól viselkedsz az életben, akkor ezt megjutalmazza az élet. Képzeld, én azt vettem észre, hogy az élet azt szokta csinálni, hogy kitol a végletekig, és amikor már az van, hogy keresed a megfelelő zsilet szponzort, hogy az összes eredet egyszerre vágjad el, és ülsz valami szakadék legmélyén, és onnéttől egyszer csak fölemeded fejed, és azt mondod, hogy ezt, megyek tovább. És akkor azt mondja, jó, akkor most kapsz egy ait, két ait, három ait. Nekem ezen a ponton tudod, mi történik? Felnézek, és látom, hogy tolják rám az akna felület. Nektek van ilyen tapasztalatotok? Én egyetértek vele, hogy az élet szerintem azért nem ilyen egyszerű, hogy te mondod, hogyha jó vagy, akkor jó leszel, ha rossz vagy, akkor rossz leszel, hanem én azt gondolom, hogy én ezt úgy fordítom le az én nyelvemre, hogy kapunk lehetőségeket, és a lehetőségekkel élni kell. És hogy nagyon sok ember a lehetőségeket hagyja elmenni maga mellett, nem akar abból kihozni semmit, mert az változtatás, változás, ott akár lehet lesüllyedni, vagy fölfele menni, és ez mind rajtunk múlik, de változtatni kell. Mert akkor lesz a lehetőség, attól lesz jobb az életed. És én azt látom, hogy kevés ember az, aki mer változtatni, mert az és nagyon van, sok fájdalma jár. És mi van, ezt azért csinálja, mert mondjuk ezekben a változtatási kísérletekben sokszor beletört a bicskája. Vagy csalódott. Most nekem kettő olyan tévéműsorom is volt, lett volna, két különböző csatornánál, ahol konkrétan felkértek mind a kettőre, aztán nagyon rövid időn belül azt mondták, hogy bocs, mégse. És ez mit jelent? Ez rosszabb, mintha fel se kérnek. Ez csak ilyenkor az ember. Én értem, de ezt te hogy értelmezed? Tehát, hogy ez megint magadban keresed a hibát? Vagy mindenki rohadt szemét? Ilyen klinikai eset nem vagyok, közelítek hozzá, de én azon gondolkodom például ilyenkor, hogy mi történhetett. Mert az, hogy nem kerülök a látótérbe, és nem gondolnak rám, az tiszta sor. De hogy felkérnek hivatalosan, aztán átbeszélik, és mégse, és az aztán egy hónapon megtörténik egy teljesen más platformon, az elgondolkodtatása ad okot, igenis. Neked sose volt ilyen gondolkodtatása, de mégis magaddal szemben. És hogyha elgondolkodtál rajta, akkor mire jutottál? Két eset lehetséges. Vagy a képességeimet pozícionálták rosszul, tehát mégsem vagyok rá képes, vagy a személyemmel van bajuk. Ez egyik sem jó, de engem jobban bánt, hogy én ezt sose tudom meg. Mert az talán fejleszthetne engem. Ez jó dolog. Igen, jó, csak ez az, amit pont az Évi mondott, hogy akkor így nem fogsz egyről kettőre jutni. A többediknél már ez egyszerűen így. Igen, hogy feladod. Igen. Szerintem Anna, ez mit válaszolsz erre a Dominak? Tudsz-e belé valamilyen erő, infúziót? Nem vagy elég mélyen. Ha elég mélyen vagy ahhoz, hogy a teljes választáshoz kell. A tánchoz még tényleg nem. Kerülj. Tehát, hogy amikor tényleg az van, hogy fekete vagy fehér, tehát hogy elmész ebből a világból, vagy itt maradsz, akkor szoktak lenni ezek. Hogyha onnét kikaparod magad, akkor szoktak és lenni mi van, ezek. És nagy... jó lenne, ha anélkül is menne, hogy mindig szembenéznénk hát, de az olyan könnyű lenne, nem, akkor mindenkinek olyan könnyű lenne. Élsz, és azt mondod, hogy jó vagyok, holazai, ma is jó voltam. Tehát, hogy kérem, akkor tehát ez nem így működik sajnos. Nagyon sok művész így él.
Minden na, egyes nap. Komoly lett a dolog, de azért örülök, hogy reflektáltatok egymásra, mert hogy jön a szünet után pedig arról fog majd beszélni, hogy a múlt hét szombaton, akkor 3,5 milliós beoltott után megnyíltak a teraszok, és ugye láthattuk a különböző híradásokban, hogy tényleg egy népünnepélyé vált ez különböző városokban, és ezzel kapcsolatban Csonka Pici kitett egy posztot. Ezt beszéljük meg, ezt a posztot, ennek a tartalmát, mi az, ami jogos ebben, mi az, ami nem. Hát ő megkapta a magáét, azt hiszem, hogy 15 000 hozzászólás volt, ami nem volt túl barátságos. És még arra... felpörgött az oldala. És arról is beszéljünk majd, hogy ti múlt szombaton hol voltatok, éltek-e ezzel a lehetőséggel, vagy sem. Jövünk vissza egy pár perc múlva a reklám után. Köszönjük a hashtag bocskol Trisztó Vévivel, Pásztor Annával, Szécsi Zolival és Dombival. Szóval egy hete volt körülbelül, egy hete szombaton, amikor a 3,5 millió beoltott embert elérvén, ugye megnyitottak a vendéglátóipari helységek teraszai, és hát ezt gyakorlatilag Magyarország egyfajta ilyen népünnepéllyel, fesztivál hangulattal ünnepelte, és hát ettől egyébként óvtak a szakemberek, és a képek alapján ugye a tömeg azért olyan nagyon nagy önfegyelmet nem tanúsított. És ezzel kapcsolatban a mi barátunk Csonka Pici kitett egy posztot, ezt most rövidítve idézném, azt mondja, hogy nyoma sincs a társadalmi felelősségvállalásnak, a képen látható generációk még legtöbben oltva sincsenek. A piknik után szépen hazamennek a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, aztán kezdődik minden előről. Hogy lehet egyetlen egy nap alatt elfelejteni, hogy miben élünk hónapok óta? Több ezer ember egymás hegyén hátán, elképesztő ez az ostoba és érzéketlen hozzáállás az emberek részéről, nem csak saját maguk, de a közösség felé is. És erre nyilvánvalóan megindult a kommentzón, ami 15 ezer hozzászólás volt, és hát aztán kapott ő, hát inkább hideget, mint meleget. Először is ti azon a bizonyos szombaton hol voltatok? Mit csináltatok? Éltetek ezzel a lehetőséggel? Én tudálkom, persze nem. Ott vagy? Ott az Zoli, az a az Zoli. Rajtam meg ott ülnek. Tehát, én vagyok a pokróc. Nem tudom, tehát ebben a kérdésben ugye az van, hogy mennyire hiányzott ez már nektek, és hogy éltetek rögtön az első nap ezzel a lehetőséggel. Mint ahogy ugye nagyon sokan igen. Nem. Kedden vagy szerdán ültem ki Egerben a dobótéren, odasütött a nap, és a teraszon ebédeltünk egyet, és isteni volt. Ez a szombat házi buliban voltunk, 10 fő alatti rendezvény, azt hiszem, tehát nem volt túl sok. Én nem érzem ezt ennyire tragikusnak. Van 3,5 millió ember, aki megkapta az oltást, vélhetően védettek. Körülbelül azt hiszem 7-800 ezer között van az, aki át is ment rajta igazoltan, meg valószínűleg még egyszer annyi, aki nem igazoltan átment. Az 5 millió. Az arról beszélünk, hogy itt ötünk között menne a Covid, de itt már kapufát lő. Nem tudod a menni. Megkivédtem. Érted? Csak segíteni. Én tudom, ki a kapus itt, tehát azért. Ennyi, tehát hogyha minket engedtek, hogy ilyen hülyék legyünk, akkor valószínűleg azért engedtek, hogy hülyék legyünk, mert most már lehetünk. Reméljük, hogy így van. Persze. És egyébként a szakemberek sem estek aztán utólag nagyon kétségbe, de ugyanakkor meg valahol, tehát nincs azzal baj, hogy kinyitották a teraszokat nyilvánvalóan itt. A kérdés az, hogy mindenkinek egyszer kellett elindulni. Tehát hogyha én látom a tévében, hogy mehetek szombaton, akkor lehet, hogy nem szombatra tervezem, hanem vasárnapra, hogy ne tömegben üljek, hanem mint ahogy... Miért nem mindenki pénteken megy az M7-esen le a Balatonra? Hát ez nem így működik, nem gondolkodunk logikusan. Én magam ezt nem éltem meg rosszul, mert én falun élek, ott. Tehát mi egyrészt ugye bármikor kiülök a saját teraszomra sörözni, minket a vendéglők hiányosan annyira érintett, meg tudunk főzni, úgyhogy... Az igazság, hogy... Ezek itt a főzni nem tudók? Nem, ezek itt, akik kizárólag a 8000-es túlárazott sört szeretik fogyasztani Pest közepén. De most mennyire lekezelő vagy? Miért lennék? Nem, nagyon jó sarki ABC van, ahol meg lehet kapni. Most itt a véleményem művelődési központ? Nem, hát a véleményem érdekel, vagy a középre, nem, a véleményed húzott, érdekel, a középre csak... húzott véleményem? Nem. Érdekel a véleményed, de nekem is lesz, tehát akkor mondd. Biztos vagyok benne. Nekem csak annyi, hogy egyrészt most ez lekezelő volt? Igen. Ne csináld meg. Tud még lekezelőbb lenni, neki csak úgy lehet véleményt mondani. Két szexi pasi legalább, tudod? Két külön díjra. Szóval.
egyrészt a vezetés most e felé orientált minket, hogy ez most egy népszerűségi intézkedés, azért lássuk be. Maga vezetés is demonstrálta, terasz mindenképpen nyisson, nem akarok boomerkedni, a fiatalok kocsmakultúrája soha nem volt még ennyire magasan. Tehát szeretnek oda menni, szórakozni, együtt lenni, tiszta sor. De csak nem szabad elfelejteni, hogy egy rohadt éve hordjuk azt a nyomorult maszkot. Én most nem akarok itt, nehogy belemenjünk az oltás ellen, tagad, mellett, de egész egyszerűen az a rohadt vírus még mindig tombol. Tök jól haladnak az oltások, maradjon is így, de tömegesen egymás szájába lenni, és potenciálisan, ha van kapufa köztük, ha nem, megadni a lehetőséget annak, hogy szóródjon, multiplikálódjon, hazavigyék ezer felé. Hát ezen minimum el kéne gondolkodni. Az eredeti probléma pedig az, hogy a mi bandink is pár órával előtte kirakott egy posztot egy teraszról. Igaz, hogy nem voltak ott annyian, de szerintem ez egy kicsit ilyen visszás, hogy én is teraszozok, egy órával később pedig a teraszozókról adok véleményt. Hát igen, csak kérdés, hogy elindulsz-e és leülsz-e oda 2522-nek? Vagy azt mondod a villamos megálló, hogy nem, akkor inkább egy nappal később, biztos, vagy egy másik teraszra megyek. Én biztos, hogy nem, de én a saját helyzetem miatt. Te azért, mert te tudsz főzni, és nem szereted a 8000 forintos sört. De hát inkább mondanám úgy, hogy nem ez életem fénypontja, tehát nem erre várok, mint a messiás. Oké, de azért sokan erre vártak, sokan erre vártunk. Nagyon durván meg lehet a böjtje. Szerintem, hogyha hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy megmondják nekünk, hogy hánykor mehetünk ki, meddig mehetünk ki, hányan lehetünk a boltban, mit kell fölvenni az arcunkra, hogyha két éve ezt nyomjuk, akkor miért nem lehetett mondjuk két vagy három héttel később kiengedni a fiatalokat? Mert most hát meg azt mondták nekik, hogy miért nem azt mondjuk, ki? Hogy oké, gyerekek, még nem biztos, hogy vége van a vírusnak, engedjük ki őket, amikor totálra és mindenki mehet ki, és akkor szerintem nálunk okosabb emberek adták erről a tanácsot. Csak akkor ne a fiatalokat hibáztassuk. Ja, a fiatalokat ne hibáztassuk, mert egy éve bezártuk őket, amikor pont kinyílt számukra a világ, ugye 16-18-20 év körüli az egész brigád, akit ott látunk, most nyílt ki, most mehetnek, most ihatnak legálisan alkoholt, és akkor most zárjuk be őket, egy éve be vannak zárva. Nyilvánvaló volt, hogy ahogy már a kulcs zörgését hallják, már vannak. Ahogyan azok a nálunk okosabb emberek azt is mondták, hogy nem biztos, hogy lesz harmadik hullám. Tehát igen, csak mihez orientálódjunk mi, vagy a döntéshozók ebben. Igaza van az Olinak, valamilyen számhoz kötni kell. A 3,5 millió lett nyilván a nálunk jobban értő emberek által kitalálva, tehát számhoz kötötték. Nekem sincs ezzel egyébként bajom. A három tévés virológus se szokott egymás, nem szoktak egyetérteni. Igen, de senki a világon. Tehát, hogyha a nemzetközi sajtót figyeled, ott sincs egyetértés mindenben. Akkor kit hívjunk itt okosnak? Azért mondom, egy döntést kell hozni. Van az a bácsi, aki mindig a mocsárból jelentkezik be, ez a virológus bácsi. Az udvarról ilyen 4 pixelben, tehát ilyen terrorista videó. Igen. Hogy biztos egy jó szakember, én saját költségemen kitelepítenék neki egy műholdas internetet. Remélem, ezt valaki látja. Én szeretném, hogy úgy tájékoztasson minket, hogy kivehető legyen a kép. Nem, hogy a szája kivehető legyen legalább. De téged zavar, hogy a 4K-s tévéden picit homályosan is vagy úr? HD-sugárzás korában, nem, hanem SVGA. Szerintem ő már megkapta az oltást, és az 5G-be bezavar. Ez a Conteo. Most ugye vasárnap vagyunk adásban, és akkor véletlenül a 4 millió körüli számot is beoltottságban elérjük, és a következő lépés ugye az, hogy védettségi igazolvánnyal lehet majd betérni szórakozóhelyekre, színházakra, szállodákba, stb. Uszodákba, köszönöm. És akkor ez ellen viszont indult egy aláírásgyűjtés, amelyben felszólalnak a diszkrimináció ellen. Na, ti ezzel hogy vagytok? Tehát nem tudom, kinek van már védettségi igazolványa, de amúgy ez a 4 millió plusz igazolványhoz kötni azt, hogy ezeket a helyeket látogassák, ezzel egyetértetek-e vagy sem? Teljes mértékben. Uh-huh. Hogy látogassák? Nem mehetsz be bizonyos országokba, ha nincsenek meg bizonyos oltásaid. Ilyen egyszerű. De könyörgöm, már ez diszkrimináció, hogy valamit kötnek valamihez? Hát persze. Nem jöhet ki a gyerek a kórházból, miután megszülted, ha nincs benne a BCG oltás. Sőt, óvodába sem mehet, hogyha nincs benne bizonyos oltás. Tudom, Anna, hogy nem akarsz megszólalni, de én nem emlékszem, de, amikor... De van egy tök jó viccem, bocsánat. Nem biztos, hogy jó. Nem biztos, hogy jó, de én jót rögtem rajta. El akarod mondani, vagy kérdezed? Nagyon szívesen. Jó, ezt ráadásul egy virológus professzor haverom, ismerősen mondta. Azok köztudottan viccesek. Meg pixelesek. És na, az a vicc, hogy két kísérleti fehéregér beszélget Wuhanban. Azt mondja az egyik a másiknak, hogy egy cincin. Te figyelj, te beoltatod magad. Azt mondja, hülye vagy? Megvárom az európai ember kísérleteket. Kicsit vicces? Igen,
Ez tényleg elég a betárcsázós internet. Rögtem egy negyet. Nem, de ugye egy pár műsorral ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor ugye te azt képviselted, hogy te nem oltanád be feltétlenül magad, egyébként az miért zavarja a többieket, például egy repülőgépen, hiszen ha te nem vagy beoltva, de a többiek be vannak oltva, akkor te nem tudsz ártani senkinek. Ugye nagyjából ez volt a hozzáállásod. Most is? Nézd, az a helyzet, hogy ha erről a dologról beszélünk, akkor két választása van az embernek. De akkor nem muszáj beszélni. Konfliktusba kerül. Megnézem, meg kell vállalni, mint a rossz viccel. Megnézem, hogy merre megy a világ. Hogyha a fejemhez egy gépfegyvert tartanak, és nem tudok koncertre menni, akkor elmegyek, megnézem, hogy van elég antitestem, és imádkozok a Jóistenhez, hogy legyen. Én úgy vagyok az oltással, és most nyilvánvalóan most már tök mindegy elmondom. És csak ez egy antitest. Úgy vagyok az oltással, hogy a különbség az oltottak és az oltatlanok között az, hogy az oltatlan elkaphatja és fertőzhet. Az oltott elkaphatja és fertőzhet. Eddig semmi különbség. Nem, az egyetlen nem különbség az oltottnál az, hogyha elkapja, akkor enyhébb a lefolyása. Erre ugye az utolsók az voltak, hogy az oltottak nagy valószínűséggel nem fertőznek, mert hogy nem szaporodik föl olyan mennyiségben bennük a vírus, ami fertőzésre képes, úgyhogy azért... Rengeteg ilyen disztópikus film ábrázol, hogy két része szakad az emberiség. Alapvetően rengeteg olyan betegség létezik a világon, ami képes kipusztítani az emberiséget, úgy tarolt is egyszer-egyszer Európában most beszélhetünk, bubópest is tökön tudja mikről, amik amúgy visszatérnének bármikor, ha leállnánk az oltással. Amerikában leálltak, nem tudom melyik oltással, melyik államban, és el is szaladt, most nem akarok neki ilyeséget mondani. Ha kolera ideje lett volna Facebook, mi? Így van, kolera ideje lett volna Facebook, és még sokan nem oltják be. Tehát például a tuberkulózis is egy ugyanolyan betegség, ugye a BCG oltás, ami pillanatokon belül szétszaladna ennél a népsűrűségnél a világban, hogyha leállnánk, vagy nem lenne oltás. Ha kiderül, hogy jó, és számomra kiderül, akkor én is beoltatom magam. Hogyha kiderül, hogy nincs antitestem, és kiderül, hogy jó az oltás, és kijönnek a számok, és nagyjából tesztelődik embereken sajnos, de tesztelődik, ha kiderül, hogy jó, akkor azt mondom, oké, ez egy fajn dolog. A számokat mi magunk befolyásoljuk, tehát ez annál később jön ki, minél többen gondolkodnak így. Meg még egy kérdés van, hogy amíg a nem beoltottakkal foglalkozik az egészségügyünk, hogy megmentse őket, és közben ezért nem tud mással foglalkozni és más megmenteni, akkor tényleg csak saját magadat veszélyezteted, hogyha nem oltottad be? Nagyon sok ellenpélda volt. Kérdés. Jó, oké. Szerintem itt tegyünk pontot a végére, mert ezt úgysem fogjuk feloldani. Lesz egy ennél vidámabb témánk. Képzeljétek el, úgy tűnik, hogy most az utóbbi időben a plágiumvádak sokasodnak. Zenei plágiumról beszélek. És hát igen, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy itt van az internet, itt van a YouTube, régen bárki vehetett, nem tudom, 1981-ben egy lemez Chicagóban, hát Samuel a B-oldal 7-es dalt simán. Meg a repülés mindenkié. Meg a repülés is mindenkié, köszönöm. Tehát a lényeg az, hogy most ezek sűrűsödnek. Igen, tényleg. Nagyon szívesen. Itt van a Találd ki gyorsan a gondolatom című szám, Balázs Klári és Korda György előadásában, ez egy 1984-es dal. És, mint most kiderült, ezt a dalt igazából Henry Bratter, izraeli zeneszerző szerezte méghozzá 81-ben, és ezt Ofra házának írta ezt a dalt, aki elő is adta. És azért, hogy ne legyenek kétségek, mi összeraktuk ezt a két dalt, egy sor ettől, egy sor attól, csak azért, hogy lássátok, hogy ez tényleg egy az egyben ugyanaz. Nézzétek meg! Itt még milyen jól nézett ki, Klári? De még a haja is onnan van. Stb. Szóval... Köszönjük szépen! Nagyon szívesen az élményt. Teszem hozzá, igen, az eredeti dal Ofra házával ez egy vallási, ihletettségű szöveg volt. Klárikáé, hogy egy ilyen kis cukiszerelmes, aranyos, mulatos irány. Egyértelmű ugyanaz, nem? Tehát ezt a zenészként... Azt hiszem, be is vallották, hogy olyan nézették le, tehát ők föl is ajánlották, hogy ezt a 7 millió forintnyi jogdíjt, amit ezzel a dallal kerestek, azt odaadják a szerzőnek.
Nem teljesen. Ők azt mondják, hogy kevesebbet kerestek, csak pár százezer forintot ezzel a dallal. Tehát, ahogy mondtad, igazad van. 40 év alatt? Egy pillanat. Csak ugye Klárika, ahogy mondta, az Anna nem tagadja, hogy nem ő a szerzője. Ő azt mondja, csak hogy mindenki tisztában legyen, 80-as évekről beszélünk, amikor ugye a szoci blogban voltunk, hát Izrael nem volt egy nagy szövetségesünk, hanem sokkal inkább Palesztina, meg itt a Szovjetunió. Tehát, hogy ők nem tudták kideríteni, hogy ki a dal szerzője, és a szerzői jogvédő hivatalnak lett volna a feladata az eredeti szerzővel felvenni a kapcsolatot, és ugye a jogdíjat kifizetni. De nem találták meg, hogy ki az eredeti szerzőjeként. Klárika úgy jutott a dalhoz, hogy egy rajongója adott a kazettán, hogy ezt dolgozzátok fel Gyurival, és feldolgozták Gyurival. Na, 1980-as évek azért nem voltak olyan rohadt régen, hogy ne találtak volna meg egy pár országgal arrébb lévő szerzőt. De hogy? De és ez miért most derült ki? Azért, mert beperelte a Bratter, most 2018-ban beperelte Balázs Klári. Tehát úgy derült ez ki. Hát nem. De rákeresett a Balázs Klári. Nem kell, ma már nem kell. A YouTube-on ott a Content ID, két taktusból mindent azonosít. Így van. Na de akkor most tényleg te azt mondtad, hogy nem volt az olyan régen. Nem. Gondolj bele, hogy Balázs Klárinak egy koncert után, amikor még Gyuri törölgeti a homlokát, mert izzad, odaad egy rajongó egy kazettát, hogy ezt dolgozz fel, Klárikám. Azon a kazettán nincs semmi, az át van másolva valahonnan, meghallgatják, azt se tudja ki az előadó. Tetszik nekik, dolgozzuk fel, Szenes Iván megírta a szöveget. Hogy deríti ki 84-ben, hogy ki a zeneszerző? Szerintem ez a zenész házaspár, akik már akkor is az elég profik voltak, nem indulhattak így neki, hogy egy öltözőből kapott kazettából induljunk el, és akkor majd lesz valami. De és majd történt. Teljesen mindegy, nem tudtak utána, tehát nem voltak kormányközi kapcsolatok, nem volt internet, fogjuk már föl, hogy ami ma van, az még a 2000-es évekkel is alig volt kompatibilis. Igen. Tehát a betárcsázós internet, én azt hiszem 2002-ben diplomáztam. Akkor ott marad a morális rész, gyerekek. Nekem még hát zenélt a modemen. Egy kapott zenét nem nyúlunk le csak úgy. Igen, de sosem gondoltak ők arra, hogy itt valamikor rendszerváltás lesz, és majd Izrael jogilag fel tud lépni Magyarországgal szemben, illetve hát nem, azt se tudták, hogy Izrael. Tehát, hogy... A földolgozásra nincs baj. Tehát, hogyha magyar szöveget írunk valamihez, a baj az, ott majd lemented a saját nevedre. No. Tehát, hogyha magyarul megírod a Yesterday-t, és utána elénekled, és utána azt mondod, hogy ez egy Beatles-számak szok, akkor oké. Okay. Akkor megmondom, mi történt. Tehát 2018-ban Henry Bratter, a zeneszerző, 200 ezer dollárra, azaz 60 millió forintra az perelte ilyen. Balázs Klárit. A bíróság most első fokon hozott ítéletet, 25 ezer dollárt ítélt meg, azaz 7,5 millió forintot, viszont a zeneszerző fellebezett, tehát neki ez kevés. Na most, mi megkerestük a szerkesztőség, és én komoly kutatómunkát végeztünk, és megkerestük ennek a... És itt az nagyképű volt? Ők hárman. Ennek a kazettának... Előttem van, hogy ő keresi. Igen. Megtaláltuk a kazettának a hátsó borítóját, ahol mindig a szerzők fel vannak tüntetve, ezt megmutatjuk. Ott van, hol van a dal? A B oldal negyedik, talált ki gyorsan a gondolatom. Feld. Balázs K. Feld és Szenes Iván. És ugye mi egyből rájöttünk, mert a szerkesztőség egy értelmiségi társaság, hogy a Feld az azt jelenti, hogy feldolgozás. Tehát Balázs... Feljebb kiírták. Feljebb? Feljebb kiírták feldolgozása, igen. A Blumjénél, de ott akkor igen. Tehát feldolgozás. De nem ez a lényeg, most ne a többit nézzétek, hanem az, hogy ők véletlenül tényleg jó hiszeműen jártak el. Nem tudták a zeneszerzőt, Balázs Klári, zeneszerzőt fel kell tüntetni, aki adsz egy dalt. Balázs Klári feldolgozás, és ugye a szövegíró, az már egy másik szöveg. Milyen durva, hogy Content ID még nem volt, de Photoshop már igen. Nem. Az milyen durva, hogy a Bocsi megtalálta otthon ezt a kazettát. Az óriási kutató munkájába. De most nem lehet az szarérzés ilyenkor megcsinálni, ez sláger lesz, aranylemez akkori példányokban, uh-huh. És így ülni otthon, hogy végig ki ne derüljön, hogy valahol... De nem gondoltak erre. Feldolgozás, ő elindította a hivatalos iratot, a klasszikus írógéppel, pötyökbe, beadta a hivatalhoz. Szerinted ennyi elég, hogy ezzel ki vagy védve, hogy odaírhat, hogy Feld? Ez olyan, mint a FEAT. Sokan azt hiszik, hogy nem. Azt mondják le, hogy a szerzői jogvédő hivatal, aminek a jogutódja ugye az Artisius. Az Artisius azt mondta ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy ők nem tudják, hogy mennyit keresett Balázs Klári ezzel, mert azért utaltak neki 84-től fogva. Nem tudják, mert akkor még papírformában rögzítettek mindent. Aha. Ez egy érv. Még utalás se volt. Vagy kiküldték, nem tudom, postai utalás. Pénzes postás. Pénzes postás, így van. Tehát, hogy ők nem tudják megmondani. Mert hogy papírformában volt az egész rögzítve.
És miért a papírok eltűntek? Hát ez egy érdekes kérés, nem? Hát azért minden papír dolgot már digitalizálni. 40 éves jogdíj kifizetésről papírt nem fognak megtartani, mert akkor már mindenhol papír lenne. Hidd el, az összes kölcsönszerződés megvan 1756-tól. Hát egyébként igen, és mindent lehet digitalizálni is. Most arra vagyok kíváncsi, hogy a Bratter úr, aki a zeneszerző, hogy számolta ki a 60 milliót? Ugye 84-ben került. Nem számolta, hogy a nemzetközi zeneiparban szerintem a 200 ezer dollár az nem egy inger küszöböt elérő összeg. Tehát valószínűleg Jay-Z pont annyiért üsszent egyet. Nem, ki mondta, Kanye West nyúlta le a gyöngyhajú lányt, csak úgy magától. Megvan? Aztán meg. Őt megkeresték, és meg is állapodtak. Peren kívül. Jó, 30 millió forintról volt. Peren kívül, igen. Igen. De Kanye West, ő úgy volt vele, azok alapján, amiket olvastunk, hogy lenyúlta, majd jelentkeznek, ki lesznek fizetve Bagóért. Így is lett. Igen, csak igen. Hát most Balázs Dárjéknak nincs felesleges 60 millió. Igen, csak ő azt a 30 ezer dollár, vagy mi az 30 millió forint, az ugye 100 ezer dollár, azért ő nem nyújt hátra a széfbe. Tehát az valószínűleg ott volt a széken mellett. Így van. Persze. Van. Jó, de hogyha most csak azt nézzük, hogy 84 óta 2018-ig, 40 év alatt egyetlen egy dalból kap-e magyar zenész 60 millió forint jogdíjat? Ez most már kezd matek érettségivé válni. 52 hétvége, a téli szezon kiesik. Csak ha rámegyünk a szabadtéri falunapokra, legalább legrosszabb esetben is, mivel régen ez jobban pörgött a haknéipar, nem volt ennyi szereplő, meg még tudtak fellépni LED falak nélkül is. Hogy mondjuk legrosszabb esetben is egy 100 haknia biztos volt egy évben nekik. Igen, mennyit kap egy dalért? Az akkori gázs, hát... Töredék, de itt a szorzó a lényeg. Sok mindentől függ. Egyébként, főleg attól függ, hogy az Artisius mennyit szeretne neked kifizetni. Igen, ez ettől is függ. De azért jogos az, hogy 80, és ne felejtsük el, hogy a forint sékel árfolyam 84-ben azért... Na, mennyi volt? Nem tudom. Hol a kutató munka? Jó van, Zoli. Köszi. Nagy szavakat. Jaj, Zoli, a 80-as években még nem ismerték a sékelt. Erre ne hivatkozz. 600 milliót biztos nem kerestek ez az egyet. 60 millió. Ez nem volt gigas. 60 millió forint? 60 millió forint, igen. Annyit lehet, hogy igen. Egy dalért. Keresettek mind a két összegre áll is lehet. 1000 fellépésen adhatták ezt elő. Szenes Andrea showból láttuk a részletet, tehát Andrea, ő különösen rámegy a jogdíjakra. Mondjuk a Hooligansnek a királylány, azt tudom, hogy nagyot ment. Igen? Tehát ott azért évente nagyon sok 10 millióról lehetett beszélni, de az a királylány... Csak a királylány című dolog. Gondolj bele, majd jelentkezik Pakisztánból. Ez nem volt akkora sláger, és sokkal kevesebbet fizettek ki, tudom, nem néztem utána a forint sékel árfolyamnak, de hogy, tehát, hogy akkor mit a közös nevező a dollár, azt se tudjuk azt az árfolyamot, de hogy tényleg 200 ezer... 50 forinton volt rögzítve. Nálad? A 80-as években. 50 forint volt a dollár? 30 volt a német márka. Aha. Köszönöm. Autizmus. Oké, okay, akkor 52 hétszer. Megmaradt. Na jó, ne számoljunk. Márka még van. Nem, mondjuk 1000 fellépés, az biztos, hogy volt a legrosszabb időben is, pedig ők azért mindig jól pörögtek, sőt a Sziget meg a Retro Fesztivál után újra. Tehát Kornagy vagy Balázs Kálai mindig pörgött, hál' Istennek. Tudod, mennyit lehet egy fellépés után, egy szám után ilyen filléreket kapsz, mert 1 forint 50 fillért kapsz. De az ő életpályájuk csak a 80-as évek óta mennyi? 40 rádiós éve játszásért, televíziós játszásért szoktak jobbakat. Kérték a kívánságműsorban mindig ezt a dalt, én emlékszem rá, gyerekek. Lemezeladásért, stb. Tehát, hogy ott mennyit kellett telefonálnod? Ti vagytok a jó fejszámolók, ha 1000 fellépéssel leosztjuk, akkor a 60 millió az mennyi per fellépés? 60 ezer. Szerintem 60 ezer egy számért, nem, egy fellépésre ne volt? Nem, de szerintem nem, közel nem. Reális lehet a követelés. Nem. Teljes egészében szerinted az ő a lopás külön pénzt ér-e? Tehát az, hogy itt egy illegális cselekmény történt. Nem. Ez megegyezés kérdése. Feltételezni kell, hogy nem voltak rossz hiszeműek, és szerintem nem voltak azok. Szerintem sem voltak rossz hiszeműek. Blatter úr verheti a Blattert, hogy akkor ő most megegyezik a felébe, mondjuk. Egyébként például a te műfajban bármi jogdíjas? Tehát mondjuk te David Lettermantől egy ilyen két sorost átfordítasz, lefordítasz, és ezzel iszonyat sikeres vagy. Szerintem jogilag nem lehetne vele menni, mert szófordulatok, szavak nincsenek levédve, plusz ki lehetne magyarázni, ez inkább erkölcsileg, morálisan lehet egy óriási nagy szégyen. Nagyon sokszor előfordul ám, hogy látsz egy jó gondolatot, és hogy ezt vinnéd, főleg szerintem, ha valaki az elején kezdő. De ezt gyorsan végig lehet pörgetni. És például egy műsorod, nem tudom, szokott lenni talán fél órás is, órás is, az le van védve? Tehát az, amit úgy nagyjából szóról szóra tolsz, nincs. Ami le van írva esetleg neked? Nem szoktuk levédni, nem. Nem is hiszem, hogy le lehetne egy szöveges, prózai műsort
védeni. Hát prózát le lehet védeni. Egy másfél órányi műsort? Nem, nem. Mi ezen sose gondolkoztunk szerintem. És hogyha valaki pontosan a te szöveggel fellépne valahol egy művelődési házban, és a te szóról szóra azt a műsort adnál, akkor meg jogosnak érezné, vagy kérnél el jogdíjat ezért. Tegyük fel, befut vele. Jobb, mint te. Jó, hát én üzletileg nem vagyok valami menő. Tehát én amilyen, de érezné rá az igazságtalanságot. Amilyen hülye vagyok, én megtiszteltetésnek venném. Nem plágiumnak. Nem. Most, szerintem kinevetnék. Ha egy pesti gyerek előadja... Ha a Dombi műsorát előadná bárki, szerintem kinevetnék. Pont az a lényeg, hogy csak idézőjelben csak a menő lophat a kevésbé menőtől, amit nem hallottak még annyian. Ha hitelesen előadja, hogy a Jászkor Jenő nőtt fel és alacsony, akkor legyen az elég. Egyébként nálunk, tehát nekem óriás megtiszteltetés, hogy például Márti dalát olyan elképesztő művészek írnak, mint a Feke Pali, Szulák Andi, stb. Ezt sorolhatnak. De jogdíjasan. Csak hogy gyorsan a száraz tartalmat mondjam, úgy néz ki ez, hogyha te írtad, akkor le van védve az a te jogdíjad, hogyha feldolgozod, akkor van egy feldolgozási jogdíj. A zene az egy kompaktabb valami szerintem, az egy zárt dolog, és ráadásul sokkal tovább él, és sokkal jobban szanaszét tud repülni, mint egy másfél órás műsor. Igen, de azért már csak azért csalop el valaki egy másfél órás műsort, mert rohadt hosszú. Gondolj bele, az én műsoromat csak leírni, megtanulni, hát ennyi idő alatt megírhatja magáért. Neked is herót, nem? Egyébként a sportban van, ami jogdíjas? A Váriati csavarja. De várjál, nem mondasz. Tehát mondjuk te, neked ugye te kapus voltál, volna egy olyan lábtechnikád, amivel sokkal jobban kiemelkedsz a vízből, és azt csak te tudod, de most már víz alatti kamerák miatt ezt, és lelopják, akkor te azt úgy éreznéd, hogy ez egy jogdíjas történet? Nem. Ha egyébként pont egy nagyon jó példát hoztál, az egyik legnehezebben oktatható elem, és nagyon hogy mondjam, erre mondják, hogy tehetség a vízilabdában. Valaki ráérez könnyedén, van, aki meg nem, és van, aki sehogy. És lehet oktatni, van is rá nekem egyfajta módszertanom, ami alapján én oktatnám. Vagy, de melyik az? Hogy a mozdulatot a nagy lábúj vezeti a körkörös mozgásban, hogy mindig a nagy lábújra figyelj. Nekem ez a... Aki ezt lelopja, szerintem meg is érdemli. Azt akartam mondani, hogy én tökre örülök, hogyha lelopná bárki, és működne, mert akkor nagyon sok jó lábtempójú fiatal lenne. És hogyha ezért engem megver, akkor ő volt a jobb. Ő most azon gondolkodik, hogy a nagy lábúja hol van, és azzal hogyan indítaná a kört. Én hallottam már olyanokat, hogy az életben, hogy a szív, meg a ész, meg a farok vezérel, de hogy a nagy lábúj. És képzeld el, de nyáron megmutatom, Évi, hát ugye lesz egy... találkozunk. De leér a lábad, nem tudsz taposni. Együtt átúsztátok a Lamansot? Hosszába. Diós Dilamans túsztuk át együtt. Hosszába, igen. Jó kis hefbuli lesz, csak amennyis köntösöd. Ne van. Na, egy kis szünetet tartunk, jövünk vissza nem sokára, egy érdekes kérdés, egy ausztrál anyuka a nevelésével kapcsolatban megosztotta azt, hogy ez náluk hogy történik. 6 éves a kislánya, és bármit végez a kislány otthon munkát, azért ő ad pénzt. No de, amikor eljön a hétvége, akkor az összegyűlt pénzből anya visszavesz a rezsire. Kaja, áram, internet, mit tudom, micsoda. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyrészt ugye ki hogy tanulja meg a pénzzel való bánást. A gyereknek adunk-e pénzt a munkáért, vagy nem? És hogy ez nálatok gyerekkorban hogy volt, és szülőként ezt hogy tartjátok? Jövünk vissza mindjárt a reklám után. És folytatjuk. Még szerintem egy kimondottan izgalmas témával, ez minden szülőt érint, de ha nem vagy szülő, akkor is érintve voltál gyerek, és akkor érinthetett. Tehát, nagyon nagy vitát váltott ki Ausztráliában egy anyukának a nevelési elve a pénzzel kapcsolatban. Van egy 6 éves lánya, és ő minden nap végez valamilyen munkát a családban, házi munkát, például porszívózik, segít a főzésben, WC-t takarít, beágyaz, rendet rak, ilyenek, és a munkáért naponta anya ad a kislányának $1. Tehát a hétvégére van $7. És akkor jön az anya, oda megy a kislányához, és itt vannak a számlák, kislányom. És egy-egy dollárt kell fizetni a kislánynak az ételért, a vízért, az áramért, az internetért és lakbérre. Tehát a heti keresetből $5 visszavesz anya, és így marad csak $2. Mellékesen megjegyzem, anya elmondta, leírta, hogy ő ezt félreteszi a kislányának, de ezt a kislány nem tudja, a mai napig nem tudja. És
én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, belegondoltok, ez maga az élet. Tehát abszolút az életre neveli, 7 dollárból 5 megy rezsire. Ti hogy vagytok ezzel? Tehát például a gyerekeiteket, ha bevonjátok a házi munkába, azért jár valami, vagy nem? Civilizált országban szerintem tiltott a gyerekmunka, de mitől gyerekmunka a gyerekmunka, ha fizetsz érte? Igen. És ha nem fizetsz, az a rabszolgatartás. Így van. Az nem tudom. Én egyszer csináltam hasonlót, parlagfű, ha gyökérrel együtt jött ki, akkor 30 forint per darab, ha beszakadt, akkor 10. Úgyhogy egy ilyen szerintem egy órányi munkával kerestek fejenként olyan 2-3 ezer forintot, és megszűnt a parlagfű a kertben. Hát ezt egy tapsot is érdemelt. De ezek szerint egy egyszeri akció volt a Szécsi családnál, tehát de nem lehet azt mondani, hogy most... Nem nőtt vissza. Bele kell szakítani, akkor lehet... Én értem, de akkor van kocsi mosás, porszívózás, ilyesmi. Én szívesen befognám a gyereket, de 3 hónapos még ülni se tud. De nem, hogy köthetsz rá villedát a térdére, meg a hasára, és akkor nézd meg, hogy a... Nektek van nagyobb gyereketek, ti el tudjátok dönteni, hogy ez releváns-e vagy nem. Nekem tetszik maga az ötlet. Ez én gazdálkodj okosan. Szerintem az Édi, ha a gyereknek tetszik... De a gazdálkodj okosan az egy játék, ez meg igazi pénz. Hát ez is egy játék tulajdonképpen. A pénz is egy játék az egész életben. Az egész élet egy játék. De szerintem ez az Édi lehet, hogyha a gyerek ezt élvezi, akkor belemegy. Én olyat csináltam, hát a kapnit hogy... azt élvezi, amikor anya jön hétvégén és viszi a rezsire, azt lehet, hogy annyira nem. Hát, jó, nem de tudom, hogyha de... Ha sírva fakad, akkor nyilván ne csináljuk, hogy jaj, ne adj el pénzem. De mondjuk ne. Én ugyanezt csináltam, csak matricával, ami nagyjából ugyanaz, mint a pénz, és hát ugyanannyi értéke van, mint a forintnak. Adnál neki matricát, érted? Nem, én matricákat adtam, hogyha fogat mosnak. Hogy kirülnék a gyereket a boltba, hogyha matricával akar majd vásárolni szegény? Ha fogat mosnak, hogyha megfésülködünk, ha mosakszunk, hogyha beágyazzuk, ágyikunk, akkor mindig matricákat kaptak. Sok matrica után pedig játék járt. Csak ez egy más, mit tudom én, egy ilyen... Mi igényeltük a babakötvényt, és rakunk rá minden hónapban neki pénzt, majd megkapja. De addig is nem tudhat róla. Na, azért még nem teljesített semmit a gyerek. Egyelőre életben van, és amit az ő életkorában ez egy tökéletes vállalás. Nekem gyerekkoromban egyébként anyukám még csináltak ilyet. Uh-huh. És a szemetest, ha kivittük, akkor 10 forintot kaptunk. És én gyakorlatilag elég sűrűn vittem a szemetet, tesóm, de direkt ezért, és nagyon érdekes, hogy tehát ugyanúgy neveltek minket a tesómmal. Én iszonyat spórolós vagyok, és odafigyelek a dolgaimra. A tesómnak pedig adsz 1 forintot, mai napig 1 forintot azonnal. Tehát ahogy odaadod, ő már megy és megvesz belőle bármit. És nekem ez, hogy ott a kukát kivittem, utána akkor mondjuk a országos csúcsot úsztam, akkor adtak érte pénzt, hogy akkor ők így valahogy... De hát ebben nekem... a tesódnak semmi esélye nem volt országos csúcsot úszni, tehát ilyen téren valószínű. De volt esélye, csak ő fázott a vízbe, és ő azért kint volt a parton. De tökre vele vagyok. Igen, a víz miért olyan hideg mindig? Ha nem fűtik. Hát azért, mert még nem fűtöd, fűtsed, és akkor fizesd a számlát. Az enyém fűtve van, meglátod, a kis lábadat beleereszted. De ez jó kérdés, aki bocsánat. Aki rendesen és erősen úszik, az jobban szereti a hűvös vizet. Igen, és hogyha erősen úszik. A lusta, úszik, aki csak benne van, az szereti a meleget. Na de te kapus voltál. Ennyi. Igen, de te lusta ott vagy. Ahogy öregedtem, úgy esett jobban a hűvösebb víz. Ott azon a részen fűtötték csak. Mert én például úgy vagyok, hogy a lányomnak, amikor végzett bármiféle, elmosogatott, meg kedve volt hozzá, én magamtól adtam neki, mert én azt mondtam, hogy azt tanuld meg, hogy a munka nincs ingyen. Tehát a munkának értéke van, és ha te dolgozol, annak értéke van. És az értéket azt úgy tudod mérni, hogy a munka után te magadnak meg tudsz venni valamit tudsz teljesíteni a vágyaidból. Tehát ez egy fontos, hogy ezt a láncolatot, ezt a kapcsolatot érezze, én legalábbis szülőként így tartom. Nekem nagyon fontos volt ebben a történetben, hogy ugye az egész életem arról szólt, hogy ússzak és víz alatt voltam, és én sose tudtam, hogy vannak csekkek, meg szóval elromlik a porszívó. Tehát, hogy akkor először följött a vízbe. Igen, és képzeljétek, hogy 19 évesen abba hagytam, akkor anyukám kérdezte, hogy csekkek be vannak fizetve, és kérdezem, milyen csekkek? Anyám, 19 évig víz alatt voltam. Hogy nejlon csekk kellett volna, az nem állik szét a vízbe sem. Igen. Na és? Na a lényeg az, hogy nekem 19 évesen olyan dolgokat kellett megtanulnom, ami azért nem volt normális, mert amikor te arra készülsz, hogy a világ legjobbja legyél, és egyedül majd megküzdesz a világ ellen, akkor kit érdekel, hogy a csekkek be vannak-e fizetve? És amikor kijössz a civil életbe, és ebben a nevelésben szerintem
De mi történt? Van a kislány, aki szisztematikusan pénzért kiviszi a kukát, és erre kalkulál, vagy mi történt addig? Feljössz a víz alól, és jöttek a csekkek? Voltam, tehát kivittem a kukát, addig még volt időm, de mikor víz alatt vagy, nem viszed ki a kukát? Hát, hogy nehezebb, sokkal szétszorlódik a medencébe. Szétszorlódik a medencébe. Benneteket hogy neveltek? Jól. Köszönöm, és a téged hallottuk is, egyébként én is kaptam. Tehát zseppénzt kaptunk. Én is például apukám kocsiját kitisztítottam, lemostam, akkor, akkor Németországban éltük, akkor kaptam azt egy márkát. És akkor, akkor az egy tök jó dolog volt tudni azt, hogy van értéke a munkámnak. Ti házi munkát végeztetek otthon szüleiteknél? Akkor persze, kicsit voltatok? Segítettünk, de nem volt, a zseppénz nem volt a házi munkához kötve, hanem mi kaptunk zseppénzt. Én nagyon tehát jó voltam. A nyugdíj most. Tehát, hogy... Nem, hogy teljesítmény nélkül, amit nyilván a teljesítmény az megold az életesek. Neked se lesz melód, jó van. De lesz tőle az elvárás. Igen, hogy, és emlékszem, hogy én akkor még nagyon jó voltam pénz összegyűjtésében, és tőlem kértek kölcsön mindig anyámék. Nekem mindig konstans volt 2000 forintom, ami tök sok volt. És akkor egyszer végre elmentük a tesómmal, és vettünk ilyen banditákat, ezeket a Playmobilokat. Aha. És azóta is megvan, azt odaadtam most a kisfiamnak. Úgyhogy az volt a nagy vétel, amikor összegyűjtöttük, mindig ilyen 10 forint, 20 forint. De munkafüggetlen volt a pénz, ja, amit kaptál. Ja, és képzeld el, hogy a nagymamám mindig ment piacra árulni, és én a petrezselymet én árulhattam. És az valami, tudom, wow. De aki árulja a petrezselyem, az azt jelenti, hogy nem megy férhez. Igen. Hát nem is mentem. És tényleg? Olyan jól árultam, olyan jól. Én egyszer egy ilyen beltéri műfház belüli cirkuszba vettem egy tombolát, megnyertem a főnyereményt, a kis zseppénzembe vettem a tombolát, két nyeremény közül lehetett választani, egy lejárt szavatosságú pezsgő, és egy olyan játékkatona készlet, hogy nem volt fejük. És? A rossz pezsgőt vittem haza. Már akkor is jól döntöttem. Ti egyébként a gyerekeitekkel, hát most itt csak Annát meg Zolit tudom kérdezni, beszéltek a pénzről? Engem is. Szoktál neki mondani valamit? Szoktuk. De mi? Dollár? Így, tudj, nem, akkor mi utána, forintban nyomjuk. Forintban nyomjátok? Mi nem vagyunk ilyen kozmopoliták. Jó, de nem, tényleg érdekel, hogy beszéltek persze a pénzről, hogy az honnan jön, hogy jön. Én szoktam mondani, hogy eldobja a csörgőt, hogy tudod, mennyibe került? mi egy nagyon nagy váltásban vagyunk, főleg ugye a nagyokkal, mert nekem Júlcsi lányom betöltötte a 18-at, elköltözött otthonról, és innentől kezdve, amit korábban tartásdíjként fizettem, azt most már neki megy. Tehát ő neki most jött az, hogy bejött egyszerre egy nagyobb összeg a számlájára, és kiderült, hogy az nem tart végig a hónapban. Ó! Hát az ilyen, tehát ilyen amikor, az élet, amikor ilyen. Először elkezdesz gazdálkodni, akkor rájössz, hogy az elfogy. És akkor utána nyitnak a teraszok. Két tehát, igen, éve van a pénzzel való bánásra nem tanít senki. Az iskolában sajnos nem tanítják, pedig kéne. Az iskolai büfé és a zseppénz. És ott jön az, hogy egy igenis. A gazdálkodás az az első. Én szerintem ez egy nagyon fontos lépcső már, hogy... Szerintem a gyerekeknek azt kell megtanulni, hogy a munkáért pénzt kapnak, és hogy a pénznek milyen értéke van, és hogy meg kell dolgozni érte. Szerintem nagyon, nagyon sok esetben érezhető az, főleg, hogyha gyerekekkel foglalkozol, nekem nagyon sok gyerek, vagy nekünk nagyon sok gyerek megy át a kezünk alatt, hogy tényleg látszik az a neveltetés, és már kiskorban látszik, hogy milyen neveltetést kap otthon, és szerintem ugyanúgy a pénzről is, és ennek gazdálkodásáról is beszélni kell, mert lehet pénz, tehát zseppénzt adunk 25 ezer forint ma, és akkor mi az iskola büfét megveszi? Értem, most csak mondok valamit, havi zseppénz 25 ezer forint az iskolabüféből, ezt megveszed az egészet. Hát nekem nagyjából annyi volt a zseppénzem, amit úgy be kellett osztani az iskolabüfében. Úgy... Akkor ezt is otthonról hozzuk? Tehát az, hogy jól csináljuk, vagy esetlegesen rosszul, ez is egyfajta szülői mintakövetése lehet? Na, ez egy jó kérdés. Szerintem nagyon-nagyon befolyásolt ebben a szülői. Veled például beszéltek a szüleid a pénzről, amikor kijöttél végre a vízből? Nagyon, nagyon érdekes ez a helyzet, mert én azért elég korán elkezdtem pénzt keresni, és én nem tudtam sose, hogy mennyit kerestem, uh-huh. És amikor odáig jutottak anyukámék, hogy vettek egy lakást ebből, akkor az volt a mondás, hogy ez a te lakásod, és én nem értettem, hogy mi az, hogy az én lakásom, és ők összetették nekem a pénzt, és 19 évesen megkerestem az első ingatlanomat, és ez egy iszonyat nagy érzés, élmény volt, és ezt nekik köszönhetem, és az én gondolkodásom véletlenül tőlük van. De ez egy óriási start az életbe, de ugyanakkor a hétköznapokban lehet, hogy nem tudtál akkor pénzzel bánni. Ma már tudsz? Abszolút, tehát nem véletlenül beszélgetek sokat veled, hogy azért nem ártana fizetned egy-két dolgot. És a szülők felteszik a piros hetesre az egészet, és bukó, akkor meg se tudtad volna?
Hát... Vagy 36 lakást. Na, nem, miért akartál velem anyagiakról beszélni? Azt hiszem, fejezd be ezt a gondolatot. Hát azért, azért, mert neked sok van. Igen, és ebből te hogy szeretnél részesülni? Hát, hogy adsz. Szerinted? De aztán szép. Minek veled elbeszélgetni? Szépen gazdálkodsz. Ritka az a medencés múlja, ami már hetekkel ezelőtt elfolyó. Nem, egyébként, ahogy a Dombi mondott, tényleg érdekes, hogy ezt a, milyen mintát látunk. Tehát a kérdés az, hogy vagy beszélgettek a szülők veletek, amikor kicsik voltatok a pénzről, vagy milyen mintát láttatok a szülőknél? Lenne egy kontrakérdésem erre, ha megengeded, hogy fontos maga ez a pénztéma annyira az életünkben, hogy oké, okay, értékmérő nagyon, eszköz, nagyon. Várjál, de azért sokan erre teszik fel az életüket, erre építenek, ez adja a gerincüket, ezt hajszolják egész életükbe, hogy nem lehet ezzel mocskos módon átesni a ló túloldalán? De mindenféle oldalra át lehet esni, teljesen egyetértek veled, de az, hogy ma Magyarországon felnőttek sokasága nem tud a pénzzel bánni, ne felejtsük el a felelőtlen hitelfelvételeket, stb. Én azt gondolom, hogy erről ma kell, mint szülő gondoskodnunk, sokkal, hogy a gyerekünk ne kerüljön ilyen helyzetbe. Sokkal nagyobb problémának látom azt, hogy ma a... Nekünk tök jó volt idézőben a vasfüggöny mögött felnőni, mert volt egyfajta optimális pénzösszeg, amit a többet nem is nagyon tudtál elkölteni. Ma azért az Insta blablabla világában én azt látom, hogy nincs az az összeg, amit ne lehetne elkölteni. Pontosan. Pulóverre, cipőcskére, társadalomra. Bocsássatok, erről már sokat beszéltünk, azt hiszem pont a Rozinával, hogy felelőtlen hitelfelvétel. Ebben a részben egyetértek. De mit csináljon az, tényleg az a legalsó szektor, akinek máshogy összekuporgatva esélye mondjuk egy közös lakásra 50 éves korukban lesz. Nem a legalsó faktor. Meg a középső is. Tehát mitől felelőtlen egy hitelfelvétel? 20x éves vagyok, házasok vagyunk, egészségesek vagyunk. Attól felelőtlen egy hitelfelvétel, hogy reálisak-e a vágyaim, de főleg reális-e annak a törlesztése. Várj, egy ház az mondjuk egy reális elmondom vágy. Neked, elmondom neked, mitől lesz felelőtlen. Én ugye vidéken gazdálkodom, sőt építőiparban is dolgoztam, elég sok alacsony jövedelmű emberrel találkoztam. Nálam 5-10 évvel fiatal emberekről beszélek, 25-35 év közötti emberekről, akik azt mondják, hogy Zoli bácsi, ennyiért jövök naponta, de véletlenül sem lehet bejelenteni. Mert már van a nevén 2-3 millió forint, mondtam, jó, hát pont ezért akarnálak bejelenteni, hogy kezd el szépen csökkenteni, kezdjen el fogyni az össze, mondta, nem, neki jó ez így, és mondtam, ne arra, úgy nem tudlak alkalmazni. De ez mert mit jelent? Ez azt jelenti, hogy neki van egy 3 millió forintos tartozása, jogerősen az ember végrehajtás alatt van, tartozás van, volt egy felelőtlen hitelfelvétel, és nem tudsz vele mit csinálni. De egyébként tettél félre nyugdíjra már? Dehogy is. Én nem tettem semmit félre. A most is sikerült találni egy terket. Te ilyen eltapsolós vagy, mint a gangsta Zoli? Hát, hogy szivaroznak a kutyák is, hogyha nekem van pénzem. Én nagyon megélős vagyok. Kezdjétek el élni? Én meg sem álltam az élésre. Tehát én nagyon-nagyon szeretem a celebrációkat, és nagyon-nagyon szeretem megélni a pillanatot. Tehát tényleg, ha nekem van pénzem, azon gondolkozom, hogy tudok abból sok embernek jót csinálni. Tehát csináljunk, akkor stay. És miért nem mindenki. Magadnak akarsz jót csinálni? Mert az belőle. Nekem nagyon mert jó. Neki az jó. Mert annyi sztéket nem tud megenni. Ja. Hát én csinálom a sztéket, és ott vagyok, és annyi emlékem van, amikor ott voltunk, és kint sütögettük, és söröztünk, és sztékeztünk, és akkor és még volt desszert. Ennek is van ám értéke attól, hogy nem pénzben kifejezhető. Őrülete utazni. Hát amennyit én utaztam, nincs olyan ország, ahol ne lettem volna, ezt senki nem veszi el. Az nem egy értelmetlen költés, ebben egyetértek. Azt még várat magára, de szerintem városon. Oda csak oda útra kell venni egyet úgy, és fel annyi. Évi, ami összeköltöznénk, ami ugye de... tervünk volt egyszer. Hát viccből. Tehát... Persze. Tudom, mindig így indul mindig viccnek. Így indul, és racionálisan, hoppá, ez meg mi? És csak a medencét használjuk. Nem tud. Nem tud nem lenni, tudsz, mert ezt is megbeszéltük. Legyél maga biztosabb. Menni fog. Legyen. Most hát taxival megy mindenhol. Bocsánat, aki limuzinnal megy egy díjért. És a sármos díjat kapja meg. Érdekes, hogy te tényleg ebben mocsokba viszitek ezt a témát, amikor csupán azt akartam kérdezni az Évitől, hogy... Lehet azt úgy is, hogy nem. Ha jól csinálják. Igen, de azt akartam kérdezni, hogy nálunk hogy lenne a pénzzel való bánás. Tehát te úgy gondolod, hogy átolom az összeset a te bankszámládra, és te majd néha adsz, vagy közösen, racionálisan költünk, vagy mindent felezünk. Megtanítom neked, hogy mi a magyarok Isten. Az összeset. Azért, azért jó rábízni, mert Évinél biztos nem úszik el a pénz. Oh. Csikitita!
És hogyha jól viselkedsz, akkor este kapsz egy pohár bort, meg mondjuk 100 forintot. És akkor így működne már. Az már heti 500. És mennyi bor? Hát igen. Nem minden nap kap. És tökül minden délelőttöt szabad. Ne viccelj, az egész délelőttöt szabad. Reggel elmegy. Hát igen. Az a baj, hogy este hazajön. Jó van. Azt hiszem, hogy ez nekem most egy végszó. Jó? Szuper. Biztos köszönöm. Több hét, amíg újra találkozunk. És remélem. Ezt... Én is remélem, hogy több. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Risto Vévinek. Pásztor Annának. Szécsi Zolinak. És Dombinak. Ez már nem ugyanaz. Ez a magnum. Majdnem. Ez igen, ez szép volt. Na jó, nagyon köszönöm nektek. Tatár Csilla jön nem sokára, mi egy hét múlva találkozunk újra. Jó éjszakát, viszontlátásra. Yeah!